Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Ez itt a Retrozabálók, az MD Media Multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a paralasz és Retroverzumban. Ez itt a Retrozabálók 12. nap része, a mikrofonnál Gizurgergő. Mai témánk az 1999-es, augusztus 11-i napfogyatkozás, illetve traumatikus élmények a 90-es években. Csapjunk is bele, üdvözlöm két beszélgetőtársamat. Elsőként itt van velünk Magyarosi István. Szia István! Sziasztok! És másodikként itt van velünk megint Melon Attila. Szia Attila! Sziasztok! És az előző részben ugye elmaradt, hogy hogy érezted magad a retrozabálókban, úgyhogy most egy résszel magad mögött elmondhatod, hogy a, most a Lantos utcában nem késett a lift, úgyhogy ide értél, úgyhogy most meséld el nekünk, hogy milyen a szomszédok után át nyargalni ide is. Kicsit messzebbre kellett visszatekintenem, mint a Lantos utcához, úgyhogy kicsit öregnek éreztem magam, egyébként nagyon jó volt. Köszi. Szóval gyermekeim fenn az urban a napfogyatkozás, illetve az, az a bizonyos 1999-es augusztus 11-én lement napfogyatkozás, és hogy ha már ugye kicsit a paralaxis univerzumban vagyunk, hogy azért mégis mi az a napfogyatkozás, hogy ez egy csillagászati jelenség, aminek során a hold a megfigyelő számára részben vagy egészben eltakarja a napot. Ez ugye egyszerűen ez így lehet megfogalmazni. Ugye a napfogyatkozás akkor hogy létre, amikor a hold pontosan a Föld és a nap közé kerül, az új holdkor, de nem minden új holdkor, hanem csak akkor, ha a Föld pálya leszálló vagy felszálló csomópontjában van éppen új holdkor a hold mert hogy a hold átmérője 400-szor kisebb a napénál, ám 400-szor közelebb is van, és ez okozza, hogy a nap és a hold látszólagos átmérője közel azonos, amikor megfelelő helyzetbe kerülnek az égítestek, akkor a hold teljesen képes eltakarja a napot, és ekkor van ugye teljes napfogyatkozás, és nekünk ebben volt részünk ugye itthon 1999. augusztus 11-én, Meséljetek nekem erről, hogy volt ez nektek, hiszen mind a ketten éltetek akkor. Én pont 18 éves voltam, úgyhogy legszebb korszakomban ért ez a napfogyatkozás. Nem tudom, hogy ti ezt, hogy szedtétek le a különböző médiumokból, de annak idején ennek iszonyat nagy hype -ja volt, tehát nagyon rá voltunk készülve, néztük, hogy hol lesz jó, stb. Az előző adásban beszéltem erről a kis Mohácsi tanyáról, azt kinéztük, hogy nagyon-nagyon közel van a középső sáfhoz, ahonnan a legjobban lehet látni nincsen semmi izé, fényszennyezés. Az volt az egyetlen viszont, amiről, amivel kapcsolatban mi izgultunk, ugye, hogy ilyen is körbejárta a sajtot, hogy hát majd ettől lehet megőrülnek az állatok. Na hát azok ugye voltak ott több. bőségesen, és akkor hát menne voltunk, hogy most akkor a szomszéd tyúkjai fognak megőrülni, vagy mondjuk a vaddisznók az erdőben, mert a második az egy kicsit lehet, hogy így sem <laughs> lehet. Úgyhogy mi így vágtuk neki teljes védőfelszerelésbe, és az állatok megvadulását várva. Mi pont azon kevés és szerencsések közé tartoztunk ott Romániában, akiket nem érintett úgy direktbe. Tehát, ha megnézitek a térképet, gyorsan előkaptam, hogy nem mondjak nagy hülyeséget. A sáv, amelyik szépen az ilyen Ferdén ha itt lehet ilyet mondani egy térképnél, mindegy szépen ilyen átlósan ment végig, és Magyarországnak egy elég nagy részét érintett egy szombathelytől Szegedig minden gyönyörű szépen benne volt. Na Nagyvárad kicsivel van délebre csak a Debrecennél, ez meg ott Szeged vonalán ment át, úgyhogy otthon nem lett volna, tehát a Nagyváradon maradunk, nem lett volna semmi sanszunk megnézni. Viszont a hype azt mi is éreztük, úgyhogy... Tehát 99-ben végeztem el a gimit, de volt egy kemény mag, jól kapcsolatban maradtunk többen, és már akkor megbeszéltük 99 elején, hogy akkor augusztusba összeröffenünk, és elmegyünk valahogy azt megnézzük magunknak ezt a napfogyatkozást. Szerencsére volt egy fő a csapatban, akinek volt autója, meg jogsia hozzá. Oda bevetődtünk öten az autójába, és neki indultunk. Tehát, hogy nagy a nagyvárattól lementünk, ez az Arad és Temesvár között valahol volt a közepe ennek a, ennek a sávnak, úgyhogy egy ilyen 150 kilométernyire kellett le. Én nem tudom most, hogy ennek mi a, mi a helyes ejtése, de úgy találtam, hogy ugye Romániában Ramniku Valcea, hogy elvileg itt volt a leghosszabb az egész nap. Lehet, de az rohadtul messze volt tőlünk, tehát hogy, hogy arra nem volt esély, tehát mi itt pont a határ mellett mentünk, és ott Szeged hogyha folytatod Szeged körülbelül ugyanazon a, szélességi fokon van nagyjából, mint Arad, egy kicsit arrébb, és mivel egy ilyen ferdén ment, azért arad alá kellett érkezzünk, és arad Temesvár közé tudtuk, hogy kell megérkezzünk az autóval, meg volt, meg volt a terv, hogy kb. akkorra érjünk, valami hamarabb érjünk oda, mint ahogy jön a, jön a napfogyatkozás. Teljesen rá voltunk, rá voltunk készülve, meg volt a haditerv, és meg volt a kurvanyázás is, amikor, már reggel látszott, hogy nem lesz jó idő, borzasztó idő volt, jó kis fellegekkel borulték. Tudom, hogy egy adott pillanatban még az eső is zuhogott, úgy éreztük, hogy itt ennek messzeltek az egész történetnek, de nem adtuk fel, tehát, hogy a fiatalság bolondság, úgy éreztük, hogy akkor, ha már úgyis eljöttünk, akkor menjünk. Elérkeztünk arra a helyre, ahol úgy láttuk, hogy az előre megbeszélt hely, amit úgy gondoltuk, hogy na, itt, itt fogjuk megnézni, ott teljes sötétség, eső úgy sötétség, hogy még nem volt napfogyatkozás, tehát a felhőzet miatt. Ment a tanakodás erős, hogy akkor most mihez kezdjünk, mi legyen, nézé, néztük, hogy ő, merre mennek a felhők, mit csinálnak, hogy hogy lesz ebből valami, és nem tudom, milyen oknál fogva, volt egy olyan elképzelésünk, hogy ha arrébb megyünk, ott majd biztos már nem lesznek felhők. De hogy nem csak mi voltunk az utakon, tehát hogy elképzelhetitek, hogy azért, hogy mondtátok, itt hype volt, tehát hogy nem csak mi indultunk el autóval ebbe a környékbe, nem csak mi voltunk az úton, nem csak mi voltunk csalódottak amiatt, mert felhős és, és, esős idő volt, tele voltak az utak, de mi annak ellenére fiatalon és bátran nekivágtunk, és mentünk arrébb és arrébb. Nem sok volt már hátra a napfejtkozás, amikor zuhogó esőben mentünk, azt éreztük, hogy itt ebből biztos nem látunk semmit. Tehát az el kézen, hogy alig látsz ki a szélvédőn, olyan szintű zuhogó eső van, és tudod, hogy hamarosan nap lesz a, a napfogyatkozás, teljesen keresztet vetettünk az egész történetre, de valamilyen isteni csoda folytán, pont akkor, amikor kellett történni a dolog, úgy elkezdett felszakadozni a felhőzet, úgy éreztük, hogy ó, ahol éppen vagyunk ott, úgy egész fasza, lehúzottunk az útról, leálltunk a, azébe az útpatkára, így felhúztunk, két település között a semmi közepén, jó volt ott nekünk, de nem csak mi, hanem velünk együtt baromi sok ember, Behúztunk ki a mezőre, azt néztük, amit láttunk ott a felhők között, amennyire lehetett, így megcsodáltuk ezt a, ezt a napfogyatkozást. Tehát, hogy láttam, nem tisztán, meg nem, nem voltak ilyen problémáim, minneket, hogy akkor fényszennyezés, meg nem, meg állatok, meg mi történik, meg izgulás, kurfanyázás, reszketés az életünkért, tehát, hogy olyan tempóba ment a, a sofőrünk, hát 18-19 évesek, tehát friss jogosítvány, borzalmas időjárás, sietünk, hogy odaérjünk, ha nem is tudjuk hova. Volt olyan érzés bennem, hogy, hogy nem megyek haza erről a kirándulásról, de túléltük, láttuk, de hát, hogy mégül is happy end volt az egész történet mondtátok, hogy nagy volt a hype körülötte, hogy ez az egész teljes napfogyatkozás egy 2 perc 23 másodpercig tartott, és ahogy mondtátok ti is, hogy a szombathely szeged sávban lehetett megfigyelni, és ebben a Balaton és a Velencei tó is teljesen beletartozott. Így sokan a Balatonon vagy a Velencei tóon ugye követték egy nyaralással egybekötve, és ez egyfajta, ahogy ti is népünnepé volt, mert, és amikor effektívan a napfogyatkozás volt, akkor szó szerint megállt az élet, és például voltak olyan munkahelyek, ahol egész napra rendkívül szabadnapot rendeltek el, csak emiatt, hogy, hogy ezt, 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 mindenki meg tudja nézni, mert ugye ez egy annyira ritka esemény itt nálunk, hogy teljes napfogyatkozást ezt megelőzően 1842-ben volt Magyarországon, és a következő majd 2081-ben lesz. Hát nem mondom, hogy együtt meg fogjuk őket nézni. Legyél optimista. Vagy őt nézzük, de, de majd azért megpróbáljuk. És hogy erre az eseményre nem csak ugye mi voltunk kíváncsiak akkor, hanem rend, rengeteg külföldi ember is jött, ugye csillagászok megfigyelés céljából, hogy a világ minden tájára érkeztek hozzánk, és ugye azt tudni kell, hogy ugye nem lehet ebbe csak úgy belenézni szabad szemmel, ugye lehetett kapni ezeket a speciális szemeket, biztos nektek is volt, de majd beszéltek róla. Kormozott üveg, ja. Hát vagy a kormozott üveg, ami nem jó, illetve ugye ez a hegesztő üveg, ami jó, de illetve ami nekem a kedvencem volt, ez a floppy lemez. Ugye a floppy lemeznek ugye a, a az adathordozó része. Nem nem nem, 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 hanem ma, maga az adathordozó része, az, a, az, a, az az áttetsző, hát ez a sötét színű, hát szóval azzal nyilvánvalóan nem lehetett nézni, illetve lehetett, csak nem volt értelmes. De nem tudom, hogy tudtátok, hogy amúgy a napfogyatkozáskor a napból nem érkezik egyébként semmi másféle sugárzás, mint egyébként. Csak annyi történik, hogy a napfény egy részét a hold kitakarja, és hogy mivel hogy nagyon kevés a fény, ezért ilyenkor könnyebb abban nézni, az erősebb ultraiboltás sugárzás könnyebben bántja Hú, a szemét. A világ annyira ki van tágulva, hogy hogy. Ezért, ami amúgy megvédené. Jó, itt ebben biztos, hogy volt egy múltbéli tapasztalat is, mert ugye az 1842-es, még Petőfi Sándor is írt verset, hogy majd belevakult. Igen. Ugye? Tehát... Há igen, mert belenézett a csóri. Neki nem volt flopi lemeze, ugye? Én kíváncsi lennék, hogy manapság hány ember, amikor van valahol a világban ilyen napfogyatkozás, hány ember égeti ki a, a mobiltelefonjának a, bizéjét, a CCD-jét, az érzékelőjét, mert a fényképezőgépeket akkoriban, tehát volt pár ember, aki nem hitte el, hogy ez, ez kár tud okozni a fényképezőgépekbe, és se perc alatt égette ki az érzékelőket. Tehát ahogy egy kicsit is elment, addig, ameddig ott volt, semmi baj nem volt, de ott teljes nyitásra volt téve a, a, a rekesz, és folyamatosan jött be a fény. Ahogy egy picit elment, a hold égette, tehát volt ismerőse, aki mondta, hogy megjárta, mert nem akarta elhinni, hogy ebből lehet gond. Szerintem mobiltelefonokkal is meg lehet csinálni nyugodtan. Pont szerencsém volt, mert én Balatonom voltam akkor. Pont a, pont a nyaralás akkor. Megbeszéltük, mindig ott voltál. Tehát minden nyáron a voltál. Pont volt úgy áll. volt a nyaralás időzítve, hogy én pont akkor voltam. Tehát ja, én úgy hittem, hogy a napfogyatkozás volt pont úgy időzítve, hogy te, hogy az, mikor Gergő ott van, akkor most. Hát jó volt, kell én rendeltem úgy, de a nyaralás is pont úgy jött ki arra az időpontra, arra a turnusra, hogy én pont beleestem ebbe, hogy nekem nem kellett sehova mennem, hanem az ott volt házilag vagy ott volt, ott volt szem előtt kéznél, de ö, most visszaadom a szót Attilának, ahogy ö, mesélj el, hogy ő hogy élte meg, mert hogy végül is ö, valamelyik farkas végül is megbolondult annyira, hogy felnevelje őt, vagy hogy volt ez, te hogy élted meg, tehát túl azon, hogy izgultál, milyen volt, mert hogy ezért ez egy, csak egy, egy érdekes esemény, nektek milyen volt ez? Nekem furcsa volt egyrészt, mert pont ennek a nagy, nagy hájtnak köszönhetően ennél sokkal nagyobb eufóriát vártam, amit aztán a végén nem kaptam meg. Láttuk, tök ritka volt, nagyon jó volt, az eufória élmény az nekem hiányzott. És nem vadultak meg az állatok sem. Én úgy, úgy éreztem akkor, hogy nekem hazudtak, tudod? Úgy, ezt úgy kérte, hogy akkor kimentetek oda a pusztára, teljesen bevoltásunk, hogy úristen, 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 és akkor ugye lement ez a két perc, 23 másodperc, és akkor azt mondták, hogy jó, ennyi, hát még a stáblista sincs, fizessünk és, és menjünk. És a hangnemet váltunk. Úristen, úristen, erre komolyan, úristen. Még jó, hogy nem, nem, nem kértek érte pénzt, tehát hogy ennyire? Azért voltak, akik erre egyébként sokat költöttek, de... Nem, nekem, nekem nem azt mondom, hogy nagyon csalódott voltam, de az eufória érzés az hiányzott a végéről. akkor mit vártál? Tehát, hogy, hogy lejön valaki, és tú táncol neked egyet? Tehát mi volt az elvárás? Nem, én egyrészt a gondolom, azt vártam, hogy tényleg, hogy mikor, hogy a teljes napfogyatkozás, hogy, ilyen tényleg esti sötét, na hát attól ugye nagyon messze volt. Jaj, vak sötét, hát jó. Nagyon messze voltunk ettől a történetből. Tehát mi, mi, volt nektek a szemetek elé mert mi vagy... Rendesen úgy... megvettük ezt a napfogyatkozást néző szemüveget. Na, hogy ezt sokan megőrizték. Amúgy. De hogy van? Mi rengeteget költöztünk azóta, úgyhogy... Hogy valahol, az valahol, az enyészetévé vált. Ilyen jellegű dolgoknak soha nem volt esélye túlélni. István, nektek, hogy milyen élmény voltam úgy. Volt nektek szemvédő bizbasz? Volt, vittünk. Szerintem izét vittünk, ha jól emlékszem. Vettünk is ilyen maraságot, de szerintem volt a, a, ebből a hegesztő üvegből is, tehát abból lehetett szerezni, és azzal. De ahogy ott Attila is mondta, hogy nem volt egy akkor nagy trúváj. Tehát sokkal nagyobb volt tényleg a körítés, meg a hype körülötte. Mi élveztük, mert együtt voltunk, és tényleg órákat töltöttünk az, hogy eljussunk oda, átverekedtük magunkat az zuhogó esőn, a kurvanyázáson utolsó percig autóztunk, és mikor már ott láttuk, hogy a, néztük az órát, hogy na most fog történni, akkor húztunk le a, az út szélére, és éppen volt annyi, annyi luka a felhő között, hogy láttuk a dolgot, tehát hogy így élmény számba ment, ami történt. Tehát, hogy nem bántuk meg, hogy ezt végigcsináltuk. Én nem vártam akkor se, nem emlékszem, hogy lett volna benne ilyen őrült, nagy felfokozott dolog, meg hogy tényleg most itt aztán teljes sötétség lesz, meg, meg ilyenek. Azért nagyjából, hogyha kicsit az ember utána tudta, hogy mire számíthat egy napfogyatkozásnál, de hogy egy jó dolog volt. Így, hogy tenni kellett érte, és menni kellett érte, ez így, ez így jó volt. És neked meg volt az eufória? Ez fura, hogy nem ugyanazt a, most nem az, hogy eufória, de fura, hogy nem ugyanazt a mozit néztük, mert hogy egyrészt én vártam, mert én baromira kíváncsi voltam rá, másrészt, ha már Balatonon voltam, és hogy ott azt mondták, hogy ott nagyon jó lesz. Na most az a fura, hogy ti arról beszéltek, hogy nem volt sötétség. Na hát rohadtul sötét volt. Nem, éjszakai sötétség távolról se volt. Baromi sötét volt. Nem azt mondom, hogy éjszakai sötétség, de baromi sötét lett hogy az állatok megbolondultak, és azt nem tudom, hogy mondjuk a halak vagy a kis őszcsaládok ott bicsináltak, mert ugye velük nem találkoztam, de hogy például ugye ez azt hiszem, hogy délután 3-4 körül volt, úgy emlékszem, tehát délután volt valamikor ilyen négy óra magasságában. Kora délután. Igen, kora délután, és az elég dögmeleg volt, tehát nekünk szerencsés időnk volt, mert nem volt felhő, és hanem nagyon szép napos idő volt, és ugye strandolásból ugye készültünk, hogy akkor most itt ezt meg fogjuk nézni, mert hogy ez milyen jó dolog és akkor föl is mentünk ott a tetőre, meg minden, hogy akkor ott nézzük el lapos tetőre. Közelebb legyetek a naphoz, nem? Jobban látszódjon. És ugye elkezdődött ez a dolog, és elkezdett sötétedni, és ami fura volt, hogy azzal a lendülettel, ahogy a nap eltűnt, elkezdett baromi hideg lenni ahhoz képest. Tehát egy nyári meleg volt, és szabály szeren úgy lehűlt a levegő, és hogy az állatokat mennyire zavarta meg, azt nem tudom, de például a szúnyogok egyez egybe azonnal elkezdtek jönni. Nekem valahogy akkor ez nagyobb élmény volt ilyen szempontból, mert tényleg utána ott, 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 ott pörögtük, hogy most mit csináljunk most akkor ezzel a nappal, mert hogy ez véget ért, ugye visszajött a nap, nem fogyott el, megmaradt. Kérdeztem ismerősöktől, akik a Balatonparton <laughs> nézték, nagyobb rockertársaság volt, nektek milyen élmény volt? És azt mondja, hát nem tudom, elég részegen néztük, hát mondom, ez valamikor így dél körül volt. Hát besötétedett, nem? Hát amit a szúnyogok. Tehát, hogy érezték, le, elment a nap, kész, lehet inni, kell. Nekem tényleg a legjobban az egészet körülvevő hype maradt meg, hogy, hogy még közben előtte, közben, utána, amit a rádió közvetítést hallottunk, Magyarország az összes tévé szerintem élőbe adta szakértőkkel több óra hosszába, hogy, hogy nagyon durván, mert minden újság tele volt vele, hogy így készüljél föl. Volt, aki ezt a szemüveget osztogatták mellékletnek az újsághoz, szóval engem ez, ez, sokkal jobban megérintett, vagy ez jobban megmaradt bennem, mint az a két perc, amit én egy kicsit csalódásnak éltem. Ez a szemegosztás, ez tényleg ez jó volt, mert eleinte azt mondták, hogy vegyé, vegyé, vegyél, aztán úgy voltak, hogy azért kapsz is, függetlő, ha nem veszel, vagy tényleg újságok mellé, hogy volt-e valamilyen emlékeztek, amilyen speciális volt, érintett akár bármi. Na jó, kis újságcikket túrtam elő ezzel kapcsolatban egyébként. Ezt, akik a Lantos utca 8 hallgatják, azok egyébként tudják, hogy én szeretek néha így buvárkodni ilyen régebbi megyei lapokba. Az a Somogy megyei lap nincsen, mert hogy ugye 99-ben már az MSZNP KB-nek nem volt saját Somogy megyei lapja. Viszont az új Dunántúli naplóban egyébként van egy nagyon jó kis cikk, és nekem ez maradt meg a másik oldalon, hogy milyen sokan nyerészkedtek ezen az egész történetem. Mondjam, napfogyatkozásra várva. Irigy kedve számol be a The Washington Post az európai napfogyatkozás őrületről, hiszen Amerika most kimarad ebből. Európa nyugati partjától Ázsiáig az indiai óceánig élvezhető csak a különleges természeti jelenség. Egyesek már ideig is vagyonokat kerestek, például egy angol vállalkozó, aki előre lefoglalta az összes konvoli szállás helyet, de még az emléktárgyak árusításának jogát is lekötötte. Tehát, hogy ugye voltak, Ilyen emberek. Franciaország egyes részeire ki kellett tenni a megtelt áblán, és akkor itt megint a hype, hogy, hogy miktől féltek az emberek. A normandiai sziklás partokra százezerek vándoroltak, tartanak a hatóságok attól, hogy a napba bámulástól, nem a napba elbambult emberek megszédülnek, leesnek a veszélyes helyszínekről. <laughs> Tehát, hogy ilyenekről szóltak a történetek, hogy ki hogy gazdagodott meg, kinek hogy lesz baja, és ki hogy fog ebbe az egészbe belehalni. Nekem ezek égtek be főleg. Vajon most lenne egyébként egy ilyen, akkor mi lenne ebből? Tehát, hogy mert tényleg, hogy azért most, hogy mondod, tényleg azért hogy sokan akartak ebből pénzt csinálni, meg hasznot, meg minden szart, hogy vajon ez most hogy néz neki? Hogy már előre megvennék a, a, napfogyatkozást? Mert hogy most volt Amerikában, ugye, állítólag azt mondják, nem tudom, hogy erről... De hát az messze van, az Amerika az más. Tehát, hogy ez, ez mégiscsak Magyarország, ez, 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 ez más világ talán. Hogy nézne ez vajon itt ki? Hát gondolom a vonalat, ahol a legjobban megfigyelhető lenne, azt ilyen 10 kilométerenként lekötnék különböző influencerek, tévécsatornák és egyéb entitások, és akkor ott szerveznének külön-külön kis partikat, hol egy kis pénzosztással, cipődobálással. Szerintem addigra egy, egy rakás izé épülne oda szállodat, tehát ott lenne egy csíkban, egy rakás ilyen, nem mondom ki, milyen tulajdonú, tehát hogy olyan, olyan egy kézben, igen, tulajdonú ö, szálloda épül neki. Azért nem, nem úgy vannak ezek azért a, ezek a napfogyatkozások, hogy pár hónappal hamarabb tudod meg, hanem az egy jó pár évvel előtt, hogy ahogy mondtad is, tehát 80-akár lesz a következő. Szerintem itt is rájönnének, hogy ez mekkora biznisz, és a kivételezetteknek lehessen ott a jó helyről megfelelően megnézni. Szerintem végigépülne egy csíkban, megvennék az összes kastélyt, meg az összes lehetséges szállodát, szépen addigra felújítanák, és akkor mindenki ott ülne, aki a, a jó körhöz tartozik. Na István, egy napra nem ruház be senki. <laughs> Hát nem tudom. Én erről a, az amerikairól néztem, volt fent a kislászló csillagászok, biztos ismeritek, vagy aki hallgat, néz podcastokat, érdeklődik technika vagy csillagászat iránt, ő neki volt egy élő bejelentkezése, onnan pont akkor Amerikába voltak kint valamilyen ügyben, és pont olyan azon a sávon voltak, ahol, ahol látszott, úgyhogy csináltak szépen felvételt, és meg lehet nézni a az a videó van róla, hogy megtörténik ott egy egyetemi kampuszon. Tök jó volt. Egyébként most itt visszatérve a 99-esre, még egy-két színesem nekem van ide hozzá. Például az MTV-nek az online közvetítésében hangzik el, hogy egy francia amatőr csillagász csoport kibérelt egy Concordot, akkor még volt Concord, és 22 percig tudták követni a napfogyatkozást. Úgyhogy ez egy ilyen, illetve mondom, a betojatás az teljesen ment, mert hogy például a polgári védelemnek az országos parancsnoka az erre a másfél napra, tehát kettő szerda estig, teljes ilyen vészhelyzetet hirdetett, a vészhelyzeti csoportokat hozott létre napfogyatkozásra. Itt azért készültek az emberek a diliházra. De ha már, ha már, a napfogyatkozás ennyire nem fogott meg titeket, meg úgy látszik hármunk közül csak engem. Nem, engem megfogott a körítés maga. De a Gizurger Gergő me megélte az MTV narrációt, hogy a természet színpadának legszebb előadását láthatta érdekes volt. Tehát akárhogy is nézzük, érdekes volt, mert ez egy olyan jelenség volt, hát valószínűleg 2084 ben nem fogok élni, vagy ha igen, akkor hát lehet, hogy nem ez lesz a legnagyobb programom, hogy ezt megnézzem. Nyilván ez a hype, ez, ez tényleg már izé, hogy megbolondok az állatok, tehát ez, ez, ez valószínűleg ez már túl volt tolva, már akkor is, ma valószínűleg még jobban túl tolnák. Szerintem ez, így kor, ez, szerintem ez egy jó élmény volt. Viszont akkor beszéljünk a ti másfajta élményetekről, ha már a napfogyatkozás nem volt az, hogy bármilyen, volt-e bármilyen traumatikus élmény nyetek nektek a 90-es években, amire így emlékeztek, akár személyes, nem, nem, tehát, hogy nem, már akkor segítünk, ha nem. Mármint, hogy most az nekünk egy traumát, tehát most így. Vagy hogy, hogy mi be? Ha nem, nem emlékszek... Tra nem, 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 igen, igen, nem emlékszek traumákra, akkor te most traumatizálni fogsz? Ja, el, nem, nem, esetlen. nem, hanem akkor, akkor, adunk esetleg témákat, amik, amik, amikről esetleg... Mi történt a 90-es években? Mondtam, nem gyűjtök emlékeket se, tehát hogy nekem nincsenek ilyen nagyon kevés dolog van, ami egy mélyen bennem bennem lenne, úgyhogy uh, mikor, mikor, megkaptam a, a diszpót, felhívást a műsorra, és hogy készülni kell, és a, témának, a, a műsornak a témáját, akkor gyorsan rákerestem, hogy azért mégis tegyek már képen, mi az ég történt a 90-es években. Én azt úgy átmentem rajta, érted, izé, is voltam, gimis voltam, jó szórakoztam, és leszartam a külvilágot körülbelül. Addigra vége volt a forradalomnak, tehát 89-ben, 90 legelején, talán vagy 89 végén már megtörtént, nem tudom, főbelőtték elméletileg. Csáusevszkut meg a feleségét. Tehát, ő át, hogy... a buktatásában részt vettetek, azt ugye tudjuk, édesapám. Igen, 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 azt megbeszéltük az előző részben. De hogy azon kívül engem különösebben nem izgatott fel ilyen semmiféle ilyen nagyon, a, ö, nagyon, nagy esemény. És vettem egy, a, találtam egy szép kis Wikipédia oldalt, hogy nem, mik voltak a fontos a dolgok a 90-es évekből, és hogy tényleg ráismertem, hogy tényleg történtek ilyenek, de hogy nem hagyott bennem, tehát itt traumának nem nevezném egyiket se. Amire emlékszem, még itt a 91-ben írja, hogy volt ez a sivatagi vihar hadművelet, amikor az amerikaiak ott Irakkal össze csörtítettek, és egy ilyen villámháborút intéztek ellenük. Na, az megvan. Tehát az valamiért az, az bennem volt, hogy akkor tudom, hogy, hogy, hogy már volt ezért élő közveti, hát élő kvázi. Tehát, hogy ment a, a, a tévében akkor még nem tudom, minek hívták, egyes csatorna, mert itt ezen, mind, azt hiszem Ádám mindig hepciáskodik, hogy nem m 1 vagy csak egyes, hát a fő csatornán. Királyi egyes mondás, de ezt ebben nem köthet bele, mert ez köznyelv. Királyi egyesen. És az úgy valahogy meg, megmarad megmaradt bennem, hogy a világ másik felén történik valami, ami nem tudom, miért volt számomra akkor annyira furcsa, tehát nem sokkal azelőtt ért véget kvázi forradalom nálunk az országban, de az pont Nagyváradon nem nagy dolog történt, úgyhogy azt én nem éltem meg egy ilyen semmiféle traumaként. Az úgy meglepett, hogy tévében háborút látni, hogy jaj, mi ez. Utána néztem végig a, a listát, és igen, csekkoltam, ezek mind-mind megtörténtek, de hogy ami még emlékezetes volt, de szintén nem trauma, ez a Bill Clinton, Monica Lewinsky történet, de azt se tudtam megélni traumaként. Tehát... Érdekes egyébként, én is úgy általában úgy vagyok, hogy így szokták felsorolni Magyarországon, ugye ezt, a, amikor az Antal József halál, akkor megszakították a kacsameséket, most az Ádám is ilyen-olyan csatornák szűntek, mert igazából én ezeket nem tekintem traumatikus élménynek, tehát hogyha a 90-es évek be kell gondolkodni, hiába voltam kisgyerek, az egyik, ami tökre megragad bennem, az a taxisblokád volt, tehát ami ilyen kifejezetten magyar vonatkozású dolog, ami traumatikus helyzet volt, illetve mivel mi közel voltunk, és én gyerekként nagyon sokat hallottam ugye ott a lövéseket, bombákat, néha átátévett át évet egy-két repülő, főleg ott arra a Mohács-szigeti tanya környékére. tehát ez a délszláv háború volt, úgyhogy én a részemről ezeket inkább traumatikus élménynek nevezném, mint azt, hogy most a kacsameséket megszakították. Ezt mindenki megjegyzi, de hogy én traumának nem, nem nevezném. Így van, hogy traumatikus. De jó, legyen emlékezetes, oké, legyen emlékezetes. Hívjuk emlékezetesnek. Én tudom a kacsameséknél például, hogy a nagynénéméknél voltunk, valami nagy családi összejövetelen, a bordó kanapén ültem, és akkor hogy ott történt. Oké, okay, és, és akkor mondjuk menjünk egy kicsit tovább, mondjuk, hogy a Diana Hercegnő halála 97-ben. Hallottam róla. Azt például emlékszem, hogy itthon is az akkori média helyzetben, amikor még egy se internet semmilyen nem volt ilyen szinten, ez akkor is egy hatalmas esemény volt. Ekkor én 16 éves voltam, tehát mondjuk sokkal jobban érdekelt az, hogy utána hogy fogunk este csajozni. Igazából ez nekem ilyen skip. Nem, nekem, nekem az igazi nagy, ami ekkor már nem 90-es évek, hanem picit később, a 2001-es. Tehát az, azt tudom, hogy ez egy olyan történés volt a, a szeptember 11-ei dolgok, amikor utána napokig, hetekig beszéltünk róla, tehát az már benne volt. Jó, valószínűleg kicsivel több szellemi képességem is volt akkoriban, tehát már túl voltam ezen a 16-17 éves... Meg nem ezért. annyira hormonvezérelt voltál. -e. Hormon túl, igen, 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 ez a hormonvezérelt periódusomon, és plusz egy másabb, másabb, szint volt. Tehát, hogy az tényleg az volt az a, szint, az a szintű történés, amikor, amikor igenis, mert nem voltam személy szerint érintett benne, nem dolgozott, nem volt amerikai rokonom, meg nem féltettem senkit, de egy volt olyan, olyan kaliberű a történés, ami már úgy, úgy megmozgatott az én gondolataimban is uh, dolgokat. Most Diana meghalt, hát érted, autóbaleset történik, emberek meghalnak, nem, az különösebben nem volt egy olyan, hogy, hogy most ettől hanyat vágom magam, és napokig erről beszélgettünk, a suliba leszartok. Hát, esélyem nem volt nem beszélgetni Osóban egyébként, mert nekünk az angol tanárunk nagyon ilyen szerette a Diana Hercét, nem tudom, hogy csomószor volt téma, és amikor meghaltat, akkor angol órán is rendszeresen felmerült. Tehát én még, ha a tévében nem is láttam, hallottam volna, akkor sem tudtam volna elkerülni, mert, 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 téma volt ott is. A szeptember 11 az mondjuk ilyen szempontból nem arra emlékszem, hogy hát itt, itt, már eléggé erősen délután volt, amikor ennek híre jött, és, és csak ilyen szóbeszéd volt, és emlékszem, hogy buszon ültünk egy... egy nem, mert egy... lehetett látni, tehát a, a, azt már élőben közvetítették, amikor, amikor a második repülőbe belement a toronyba. Csak, jó, csak, nem, a, jó, csak nem, a, nem, a, nem, volt Twitter, meg mit tudom, te tudjál róla, hanem akkor még azért, még eljutott hozzád az, az info, azért az idő volt, tehát mondjuk út, út közben jártál. Ja, igen, de én akkor pont otthon voltam, tehát arra pont emlékszem, hogy azt elkaptam, és néztem. Én út, én út közben voltam való, és emlékszem, hogy egy, egy haverommal utaztunk a buszon, és úgy hallottuk, hogy mindenki így beszél, hát sokan beszélnek arról, hogy, hogy, hogy történt valami. Mentünk haza egyébként délután a a, a suli és hallottuk, hogy van valami hepaj, de úgy csak ennyit hallottunk, hogy Amerikában van valami gebaz, de úgy nem nagyon tudtuk, és amikor hazamentem, úgy akkor már ugye az összes tévécsatorna, ami létezett, ugye ezt adta. Én, én, arra nagyon rágyógyultam egyébként. Hát arra lehetett, tehát az tényleg egy Engem olyan... nagyon felcseszett, mert ez, úristen, ez, tehát az a, az a kép, az beégette, hogy az a repülő beleszáll az azért borzasztó. De nekem az összeomlás, tehát az, az volt. Egy délután három fele volt magyar szerint, Órákon keresztül élők élő közvetítés. Hát volt. utána a napok. Vagy nem is tudom, vagy. hogy lehet, hogy csak nekem valami kábelcsatornán, csatornán, ami volt, tehát nem tudom, hogy ez, ez, ugye a magyar tévékben így On volt. -e. néztem élőben, amikor összeomlott, tehát akkor is ment a közvetítés, amikor összeomlott. Én, az én az is jelpernyen. pont otthon voltam, mert szerintem ellógtam valami későbbi szemináriumról. Itt a számítógépen valamit ott pötyögtem, mellettem a kiváló 20 éves Beijing típusú televízió készülékem. Egyszer, csak úgy jött, hogy rendkívüli híradás és. Hát utána az már tematizált egész napra a televíziókat Ját, szerintem. Évek, Tehát... Évekre. Persze akkor, az... akkor már ugye internet is volt, vagy legalábbis, ahol én voltam ott, azért már elég jó minőségű internet volt, szóval azért elég sok mindent lehetett ott már mazsolázgatni. Meg mentek a találgatások, meg a minden, hogy most akkor mi, hogy merre, ki, mér, mi lett volna még a cél, stb. Szóval az, 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 már egy eléggé. De az akkor látom, azért az mind a hármunknak már jobban megmaradt ilyen szempontból. Hát az egy olyan is volt. Szerintem azért teljesen más lépték, mint most az, hogy ez egy Diana Hercegnő baleset, és akkor meghal, vagy belevezet, két repülő belerepül tényleg egy olyan híres, tényleg híres épületben, mint a World Trade Center, és élőben nézheted az összeomlását egy ilyen vízében, egy ilyen toronynak. Tehát az Te egy ikonikus, szimbolikus épületnek tartották, ugye? Igen. Hát minden, minden filmben, amelyik Amerikában, tehát a New Yorkban játszott, mindig ott volt a látképe, és mindig ott voltak az ikertornyok. Nagyon ikonikus volt, mindig vigyáztak, hogy ott legyen, azt utána pedig nagyon, sok, még volt olyan is szerintem, ahonnan kiszedték utólag. Igen, utólag ki szedni, hogy már volt ne van, legyen Volt valami film, onnan ki. Ne, ne csak ilyen sokkoló dolog beszélünk, hogy bár ugye ez még a retrozabálok valamik részében arra ugye érintőlegesen említettük, de hogy ugye ez a fel, felhálypol dolgok, ugye az Y2K itt most ugye itt azért félig kockákkal vagyok körülve, tehát hogy azért azért az, ez azért foko, az még volt. Na egy most várja, ezt most én kérem ki magamnak, vagy Attila? Tehát hogy miért mondod, hogy félig kockákkal? Tehát hogy vagyunk mi ketten, és akkor, melyikünk a nem kocka, hogy körülötte csak félig vagy? Nem tudom, mennyire, csak azért mondtam. Mert csendben ja, van, de itt van Ádám is. <laughs> nem nem, nem, ja, nem igen, tudom, nem. hogy mennyire érzitek magatokat kockának, ezért mondtam, hogy félig minde, tehát fél, fél kocka mind. Tehát félkocka mindkettőtökben van. Ha egész, akkor. Van a, akkor... Hát ott legók és ez egy science fiction könyvek. Tehát semennyire nem érzem magam. T -t -t -t. Az még egy olyan ö, esemény volt, ami egyrészt paramira Tour volt, túl volt hype tehát ha naplemente túl volt tolva, akkor ez még inkább túl volt tolva. És cégek milyen jó kerestek belőle? Hú, hú. Hát mi csak röhögtünk rajta. Egy-egy kód átiratér iszonyat milliókat föl. Hát ahol kellett, a legtöbb, tehát én nem, én nem találkoztam olyan szoftverrel, amelyiket meg kellett volna buharáljak. Én kemény csávó voltam, én bekapcsolva a gépet, mondom, ha föl kell robbanni, robbanjon tényleg, tehát menjen. Egyébként nekem is úgy érlik, hogy szerintem valami ilyen régebbi PC-met beállítottam a sarokba, és ott, ott hagytam direkt. Hát mennyi, hát és futottak még a minden, amit kell. Lehet, ő még a szilveszteri adásokat rögzítette, és a tévétúner mindent, tehát hogy hadd szóljon. Tehát, hogy dolgozott is, és így nem történt semmi. Na az, látod, az, 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 volt az igazi katasztrófa, és amikor vártad, hogy... De itt... miért vártad, hogy valami történik? Tehát, hogy mégis mi mondatta azt a... Azért IT-hoz értettél már akkor is. Mi, mi mondatta veled, hogy ebből tényleg... De ahogy K1 elmondta a Bászpenszer Terenszil filmben, a számítógépek értelmet jeleket fognak ontani! Ez faszság, <laughs> tehát aki értette a programozást, tudta, hogy az nem fog semmit csinálni, tehát hogy olyan nincs. Azért, mert akkora hype volt körülötte. Maga a lehetőség az benn van, hiszen te nem, nem látsz bele azokba a programokba, ahol mondjuk kettő digitál volt tényleg lenyomva az évszám, hogy mit tudom én, hol fog valahol egy olyan program összeomlást okozni, érted, egy műholdon, akárhol. Az... na, ezt megvan közben, Szabó Mihály ugye ő volt a szakértő, aki a TV2-n ugye abban akkoriban ugye elmondta, hogy a bios lehet hatni, a, nem a Windows 3.1-en lehet hatni a bios és akkor ez a probléma megoldódik. Nem hisz, én nem hittem azt, hogy, hogy ez akkor a gond lesz, de kíváncsi voltam rá, hogy tényleg. Tehát, hogy valami. Amekkora hype-ot csináltak, már engem is kíváncsivá tettek. Hát figyelj, ha féltem volna, nyilván beraktam volna a gépet a sarokba. De ez inkább, az, az marketing célú hype volt már csak marketing, a tudatlanság meg, tehát az, az hogy most odatettek olyan újságírók írtak róla, akinek gőze nem volt a számítástechnikához, ő is látta egy másik újságnál, egy másik embernek a nyilatkozatát, feldolgozta, és adta tovább, és akkor ahogy szájra szájra tegye, egyre nagyobb és Így van, copy-paste, igen. <laughs> Egyre nagyobb fasságok lettek belőle. Hogy volt, hogy a Windows-zal? Az, az, volt a lényege, hogy, hogy a BIOS, ugye a BIOS-ban ugye nem tudott beállítani, mert ő csak az utolsó két digit, és ugye azt nem tudott, hogy most az 1900 vagy 2000, ugye a két nulla, de hogy ő ugye a Windows 3.1-ből be tudta állítani, és akkor, hogyha azzal tudtál hatni a BIOS-ra, hogyha ott állítottad be, és megvártad, akkor a BIOS-ba is átállított, és akkor natufolyó volt ilyen nettó bullshit volt az egész, az egész adás, tehát hogy az egész jó, műsor, tehát, hogy, tehát olyan, olyan, olyan szinten volt kellemetlen, hogy már jó volt, de hogy tényleg ott állt ugye ő, azt hiszem, hogy hát meg nem mondom, az akkoriban az egyik ugye az a csávó, aki ugye a visszajövőben Bakit elnyomta ugye a visszajövőben után. Nem ugrik be a neve, talán Isten majd megírja. Szarvas István? Lehet. Ugye ő mondta azt, hogy amikor... Szarvas hibát kivétene. Ugye ő, ő állt ott mellette, mint, mint ö, műsorvezető, és ugye ő beszélt ezzel a Szabó Mihályal, és hát ő, se, tehát az volt a vicc, hogy a két ember között az volt a különbség, hogy a, a, a Szarvas István, a műsorvezető nem állította, hogy ért az informatikához, mint Szabó Mihály, igen. De a tudásuk szerintem nagyjából ugyanaz volt, és ezzel nem akarom megbántani a Szarvas Istvánt de valami eszméletlenül kellemetlen műsor de, de, nagyon jó. Tehát így főleg utólag visszanézve, hogy és ez a csávó odaállt, és ez így komolyan elmondta, hogy ő megoldott ezt a problémát. Tényleg lehet, hogy ő oldotta meg amúgy. Tehát lehet, hogy azért nem volt semmi. Mi meg itt röhögünk. De nem az Y2K-val jött el a mai a világ vége is? Nem, az valamikor, nem, az valamikor késő volt. Minden, nem, hogy véget ért az ő naptárjuk, és akkor ha a mai naptár véget ér, akkor biztos a világ is véget ér. Mert... Bocsánat, egy nem Szarvas István, Szarvas László volt a műsorvezető, bocsánatát. Tehát... Szarvas Lászlóról beszélünk, úgyhogy elnézést. Nagy no, gyermekei, maradt-e még bennetek bármilyen, ugye nem, nem traumatikus, hanem meghatározó élmény? Itt azt mondják, hogy 2012-re volt a maja naptárnak a lejárta, és akkor volt a vége, világvége. De hát akkor 2000 években nagyon sok világvége volt. Akkoriban népszerű volt a világvége, amikor kettő, ugye mindig az volt, hogy amikor kettővel kezdődik, emlékeztek az már antofó futurisztikus, akkor már vége lett mindennek. Tehát. És érdekes, hogy mióta volt a Covid, meg mióta itt a szomszédban lődözik egymást, meg folyamatosan Harmadik világháborúval fenyegetnek azóta, hogy kiment a médiából ez a világ vége lesz, meg világvége, meg világ vége. Megszűnt. Az nem kell világvége. Majd a parallaxisban beszélgetnek a 2012 című filmről, ami valami valamiféle katasztrófa film, úgyhogy majd akkor ott ezt, ezt kieheted, hogyha szeretnéd meghallgatod majd a srácokat. Most lehet, hogy hülyeséget gondolok, de nem az az, amikor egy új az víz jön. De az, az amúgy igen, az. Az egyébként nem volt egy bántóan rossz film. Ja, ez a John Cusack féle. Ha de rég volt, hogy láttam. 2012 környékén adták, nem? Nem, érdekes viszont, módon most pont ránéztem, 2009-ben jött ki a film, tehát, hogy ez egy ilyen jövőben mutató katasztrófa volt. Itt várjuk világvége ötleteiteket. Mi viszont a műsor végéhez érkeztünk. Támogassatok minket egy világvégével. Mivel itt is azért össze-összeértek a szálak, újra szeretném megemlíteni, hogy egyébként a Lantos utca 8-at is lehet érdemes hallgatni azoknak, akik mondjuk itt a retro kérdéskörökben érdeklődőbbek. Köszönjük szépen! És hogyha támogattok minket némi pénzmaggal, azt meg külön köszönjük, hogyha adott esetben nem csak katasztróf ötleteitek, hanem némi guruló dollár is van, azt külön. köszönjük. Hát, ha is jön a világ vége, kár megtartani a pénzt, adjátok nyugodtan ide. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez. Minden esetre az biztos, hogy a retrozabálók 13. részében becsöngetnek. Tartsatok akkor is velünk. Magyaros István, Melon Attila és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hibőzönetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Média készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.